Garamszegi Tibor szerint meg kell ismerni azokat a kockázati tényezőket, amelyek a szójatermesztéshez kapcsolódnak, és használható tudással kell ellátni a gazdálkodókat. A Gabona kutató őszi fajta bemutatóján a szójafajták sajátosságait mutatta be az aszályos évjárat tükrében. Az aszály tűrése azért egy kicsikét jobb, mint a kukoricái. Most ha megnézzük ezt az állományt, ami itt mellettem van, vagy alattam, vagy mögöttem, tehát az, akkor látjuk azt, hogy ez a növény a kukoricához képest egy kisebb biomassa produktummal él. Nyilván a kisebb biomassa produktumhoz kevesebb víz is szükségeltetik. Amellett ismernünk kell azokat a fázisokat is, amelyeket a növény jobban átvészel aszályban, vagy éppenséggel akkor kell neki a víz, amikor ezt a stádiumot eléri. A szója a kezdeti fejlődésekor kevésbé fogyaszt vizet, kevés csapadék vagy alacsony hőmérséklet mellett hajtás növekedése lelassul, szinte meg is áll. Azonban a gyökérzet aszály idején is növekszik, virágzási és hüvelyképződési szakaszban ennek a növénynek is nagy a vízigénye. Az aszályra úgy reagál, hogy elrúgja a virágokat, esetlegesen a hüvelykezdeményeket, de ha még a meghatározott perióduson belül nedvességet kap, akkor ezeket az elrúgott virágokat, illetőleg hüvelyeket tudja még pótolni. Tehát ott még nincs nagy vész, természetesen csapadék kell hozzá, és hát a érési fázis, tehát a végső stádiumokban ott már vízigénye gyakorlatilag nulla, ott már a növény azt a vizet, amit fölvett a tenyészidőszak során, neki az a feladata, hogy ezt leadja. A gabonakutatónál nagyon sok olyan fajta van, ami különböző területekre ajánlható. Tehát én például egy GK mátka, az egy hosszabb tenyészidejű anyag, fajta, tehát ezt azért nagyon egy nyugati, csapadékosabb területre nem valószínű, hogy hoznunk kell, hiszen az érése nagyon-nagyon későn fog bekövetkezni, helyesebben a betakarítása. Viszont például egy mátkát, ha megemlítünk, ott már lehet rajta gondolkodni, majd, hogy nem függetlenül attól, hogy kelet, nyugat, dél vagy észak, ahol nagyon sanyarúak a viszonyok, tehát maximálisan aszályra hajlik, vagy éppen olyan a talaj, hogy nagyon gyenge. Ott ez a szívóságával valószínűleg ugyanúgy, ahogy a panónia kincse is, tehát valószínűleg meghálálja a gazdájának azt, hogy őt választja. A korai fajtáknál a virágzási időszak kisebb. Ha ebben az időszakban van csapadék, nagy termés várható, ha nem érkezik időben csapadék, akkor viszont nem lesz ideje regenerálódni a növénynek. Ahol a kukoricát meg tudják viszonylag elfogadható szinten termelni, ott a szóját is meg kell tudni termelni. Nagyjából röviden ez. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy az a terület mérték, ami most van, 65 ezer hektár körülbelül, ez kevés. Tehát az országban jóval nagyobb területeken is lehetne foglalkozni ezzel a növénnyel. Tulajdonképpen Vas megye, meg talán Zala megye, amelyik folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a szójatermesztés tekintetében. A többi megyében hát van, ahol nem is ismerik, van, ahol meg egyik évben, ha jó a termés, termelnek, másik évben nem jó a termés, akkor nem termelnek. Tehát nagyon gyorsan és következetlen módon reagálnak a évjáratokra. Garamszegi Tibor előadásában nem csak a szójafajták sajátosságairól számolt be, hanem a lenfajtákéről is. Gyakorlatilag ez ellen is egy kicsit árva gyerekké változott, annak ellenére, hogy van ennek olajváltozata is. Tehát aminél nem a rostjáért termeljük, hanem a magjáért. Ennek a növénynek a magja páratlan tulajdonságokkal rendelkezik. Ugyanis az az olajtartalom, ami benne van, az nagyon speciális nilonénsavat tartalmaz, aminek az élettani hatása bizonyíthatóan az állattenyésztésben is megmutatkozik. Tehát az állattenyésztésben már ezt használják. Az olajtartalom mellett pedig van egy nagyon jelentős fehérje tartalma is, nem zavar semmit, nagyon korán kell vetni, a betakarítása is olyankor van, amikor semmit nem zavar, nem érik össze semmivel, és a input anyag oldalról, ami megint nem egy utolsó dolog a mai világban, rendkívül olcsón megtermelhető. Meggyőződésem, hogy itt ezt ütni kell ezt a vasat, mert az, hogy Magyarországon 2-3 ezer hektár len legyen, tehát ez azért síralom. Másik oldalon meg sírunk, hogy nem tudunk más, csak kukoricát, meg búzát, meg napraforgót termelni. Tehát ez baj, ez kitetté válik a gazdaságunk, az agrárgazdaságunk. A len egy kicsit frissíthet ezen a dolgon.